A nagykátai körzetben indulna el az országgyűlési választásokon az LMP társelnöke. Schmuck Erzsébet szerint kormányváltás esetén olyan országban fogunk élni, ahol az átlagkeresetből meg lehet élni, a nyugdíjasokat és az időseket pedig megbecsülik. Schmuck Erzsébettel beszélgetünk. Jó estét! Erre jó estét, az idézett ígéretére majd még visszatérünk a beszélgetésben. Nem kockázatos egy pártelnöktől elindulni, megmérettetni magát egyéniben? Amikor mindenki a listára próbál felkapaszkodni, jó helyet megfogva, hogy hát akkor nem vagyok. 2022 egy speciális helyzet. Nyilván nem csak kormányváltásra van szükség, hanem kormányozni is készülünk, és egyáltalán nem mindegy, hogy hány egyéni választókörzetet nyer meg az ellenzék, hoz el. Én azt gondolom, hogy Nagykátán esélyes jelölt vagyok, és nagyon komolyan hiszem azt is, hogy meg fogom nyerni ezt a választókörzetet. Hát nyilván ennek így kell neki menni. Én nagykátai vagyok, ott jártam iskolába. Ismerik a helyiek? Emlékeznek arra, hogy nem, sátas bukkezsik nagykátai? Nem kevesen, én magam is meglepődtem, mert az Ébregykáta Egyesület, amelyik múlt évben az önkormányzati választásokon 4 jelöltet tudott a nagykátai önkormányzatba bejuttatni, nagyon komoly ellenőrzésnek vetett engem alá. Találkoztam velük talán 2,5-3 hete először, és hát bizony megizzadtam a 3 órás beszélgetés végére, teszteltek nagyon komolyan, hogy vajon megfelelek-e az ő elvárásaiknak. Ezt követően hát úgy jöttem el, hogy hát kétesélyes a dolog, néhány nap múlva felhívtak, hogy találkozzunk. És akkor elmondták nekem őszintén, hogy az egyesület elnöke, hogy az alatt a 2-3 nap alatt körülbelül 100 embert megkérdeztek, hogy mit gondolnak az én indulásomról. És az egyesület elnöke elmondta, hogy talán ő volt a legpesszimistább, de az ő nagy megdöbbenésére a 100 emberből 98 ember ismert, és azt mondta, hogy igen, jó jelölt vagyok. De miért volt ő pessimista? Én az ön helyében ezt kérdeztem volna, hogy miért gondolta, hogy nem jó? Hát mert nyilván ő személyesen engem nem ismert korábbról, viszont Nagykátán nagyon sokan ismernek. Ott jó, azt nem hitte el, hogy ön ismert a helyiek körében, mint helyi. Hát valószínűleg, aha, hogy emiatt értem, voltak kételjeim, mert nyilván... Nem a politika miatt. Nem, arról szó sem volt, hiszen azért tudta, hogy országos politikus vagyok, hány éve politizálok, országgyűlési képviselő, hanem talán ezzel voltak kételjei, hogy akkor mégis mennyire vagyok beágyazott. Tudja, mi érdekel engem, mert én azt értem, tehát ez egy összeellenzéki megmérettetés lesz a végén. De hát lehet, hogy lesz előválasztás, ezt ugye gondolom még nem lehet tudni. Mennyire lesz LMP-s jelölt ebben a helyzetben? Mennyire zöld politikus ebben a helyzetben? És mennyire csak úgy unblock ellenzéki? Személyesen én vagy általában? Én személyesen biztos, hogy zöld politikus leszek, mert már ismerkedtem, illetve hát tudom, hogy mik a legnagyobb problémák ebben a régióban. Nyilván többet is meg fogok tudni, mert az elkövetkezendő egy évben járni fogom a településeket, de például tudom azt, hogy nagyon komoly probléma az alsóbrendű utaknak a minősége. Ugye ez azért környezetvédelmi kérdés is, hogy a települések között, tehát legyen átjárás, tudjanak közlekedni, és például ne kelljen például Nagykátáról vagy más településekről is naponta Budapestre ingázni. Vagy például ebben a térségben nagyon komoly természeti értékek vannak, amelyeket meg kell óvni, meg kell védeni, de már én többször elmondtam, hogy a zöld politika az több, mint környezet és természetvédelem, az társadalom és gazdaságpolitika is. Tehát itt például ebben a térségben komoly problémák vannak az egészségügyi infrastruktúrával, de nem csak az infrastruktúrával, hanem az orvosokkal és a szakemberekkel. Tehát ezeken biztos, hogy változtatni kell. Hogy kalkulál? Ellenzéki jelölt társa lesz, akivel meg kell előtte mérezkednie egy előválasztáson? Az elkövetkezendő időszakban ugye történnek majd a 6 párt között a beszélgetések, az egyeztetések, hogy az előválasztásokon kinek a támogatásával indul. Én nagyon remélem, hogy a jelentős részét, tehát a többi ellenzéki pártnak el fogom nyerni, hiszen mindannyiunknak az az érdeke, hogy ezt a körzetet megnyerjük, mert most nem mondhatnám, hogy a legesélyesebb UEVK között szerepel, tehát a nyerés szempontjából, de én biztos, hogy nyerni fogok. És akkor majd jobban élnek a nyugdíjasok és az idősek, mert megbecsülik őket?
Én nagyon remélem, hogy így lesz, hiszen... Az miből látszik? Hiszen, hát most egy példát mondok. Most a napokban jön a postás, és viszi a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjnak az első hetét, de ez vicc, mert ez a pénz arra sem elegendő, hogy az elmúlt években a nyugdíjasok elszegényedését kompenzálja. Tehát 2022 után én azt gondolom, és hiszem, hogy egy olyan kormány lesz, amely a nyugdíjasok helyzetén, az idősek helyzetén javítani fog, és meg fogja becsülni az idős társadalmat is. Izgalmas év előtt áll, de szerintem mi mindannyian, akik ebben az országban élünk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen. Smuk Erzsébettel beszélgettem, az LMP társelnökével és egyéni országgyűlési képviselő jelöltjével, ezek szerint. Mindjárt jön a csat, és folytatjuk a politikát, csak akkor ez egy vitaműsor keretében zajlik majd, és nem is akárkik fognak vitatkozni, érdemes lesz velünk tartani a továbbiakban is. Várom önöket a folytatásban is.